Szép estét kívánok, kedves nézők, hölgyeim és uraim! Remélem, hogy szépen jól telt a hétvégéjük, és akik oly szerencsések voltak, hogy részesülhettek a víziszínházunk nyitányának szépségeiben, azok is nagyon gazdagon távoztak a nézőtérről, de azon kedves nézők sem maradtak ki ezen szépséges produkciókból, akik az élő közvetítések folyamán részesülhettek ezen színházi élményekből. Hát egy kicsit még így lesz ez a továbbiakban. Most azonban nem színházról beszélgetünk, mert vannak a családsegítő központunknak aktuális fejleményei, eseményei, ott ugye mindig zajlik az élet, így aztán nagy szeretettel köszönhetjük stúdióban Tóth Tamásnét, a Gyermekjóléti Központ intézmény vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy bokros tendőid közepette elfogadtad meghívásunkat. Valamikor a járvány közepetáján beszéltünk talán itt a stúdióban utoljára. Hát azóta gyönyörűségesen megszépültetek, és én tudom, hogy még nem fejeződött be minden simítás, de aki arra jár felétek, sokszor olyan jó látni, hogy megállnak az utcán vagy a téren, és gyönyörködnek a szépséges látványban, hogy milyen. Aki még nagyon idős, tudja, hogy a régi egyes szép lett, vagy régi katolikus iskola is, hadd ne soroljam tovább. Aki pedig koránál fogva csak arra emlékszik, hogy ez már családsegítő, vagy kisbenka, mindegy, minek nevezik, de örömmel szembesül azzal, hogy megszépültetek. Hát gyönyörű lett az épület, én úgy gondolom. És az nagyon jó, nekem nagyon szívmelengető, hogy valóban sikerült egy nagyon fontos tartalmában is, tehát a belső működésében is fontos, de a külső megjelenésében is nagyon meghatározó és fontos szerepet betöltő épületet ilyen szinten felújítani ennek a városnak. Igen. Mert nem sok ilyen kétszintes épület van, hát nem. Ami ennyire ezt a kort idézi, ami nekem amúgy is a szívem csücske. Stílusában, színezésében, hangulatában, mindenben. Igen. És nekem az is nagyon jó érzés, hogy részese lehettem annak a hosszú folyamatnak, ami az elmúlt 20 évben oda vezetett, hogy ez az épület teljes mértékben a szociális munkáé lett. Mert ugye előtte voltunk osztott helyen, volt ott oktatási intézmény, volt ott művészeti alapiskola. Hát sok minden. Így van, tehát sok funkciója volt már az épületnek, sok ágazati funkciója, és most ettől az átköltözéstől kezdve, de már mondjuk előtte is, de most felújított állapotában pedig teljesen, a szociális gyermekvédelmi ágazatnak a feladatait látja el. És én ezt úgy gondolom, ez egy nagyon jó dolog, mert a maga az épület szerkezete, most már átalakított beosztása teljes mértékben ki tudja szolgálni ezeket. Igen. Az ellátási igényeket. Vannak benne terek, vannak benne lehetőségek, és nagyon jó helyen van, frekventált helyen van, és most már tényleg azt hiszem, hogy az egész városban, de Szarvas járásáról kell, hogy beszéljünk összességében, mert hogy járási feladatokat is ellátunk, és az egész járási családsegítés, a Szarvasi Család és Gyermekjóléti Szolgálat tényleg elég annyit mond, hogy hol a családsegítő, és erre az épületre mutat rá mindenki, és tudja mindenki. Azzal együtt a nézőknek megsoghatjuk, hogy kitűnő kollégáim, nem holnap, vagy hónap után, de veletek együtt készülnek majd, amikor minden simítás véget ér, és a még kicsit cizelleló munkálatok, erre is rátérünk, véget érnek, egy nagy beszámolós filmes krónikát készíteni a történésekről. Ez csak onnan jutott eszembe, hogy mindezt most szóban egy kicsit megelőzöm, hogy az utóbbi két hétben nagyon sok szarvasi ismerősöm, de főleg vidékről ide érkezzük, amikor meghallották, hogy mi működik a régi iskolai falak között, akkor elámultak, és nem tudták elképzelni, hogy hát ez az óriási iskola, már szarvasi méretekben és óriási iskolai tömb,
miért szükségeltetik egy családsegítő központnak. Aztán én néhány szóval, ugye nem akadémiai mélységig eljutva elmondtam nekik, hogy na nem akármilyen központról van itt szó, mert több funkciót ellátok és feladatkört. Igen, teljesen jogos a felvetés, mert ez egy közel 1000 négyzetméteres működési tér. Igen. És akkor én is jót emlékeztem, mert én pontosan 1000 négyzetmétert említettem. Igen, és ebben a térben az emeleten olyan helyiségek és kiszolgáló helyiségek vannak, amik nem kizárólag a Család és Gyermekügyi Szolgálatnak, központnak és a vele és mellette együtt dolgozó gyerekháznak, igen, a napi szükségleteit elégítik ki, hanem olyan tárgyalóterem és olyan fogadótér, ami a mi kötelező, rendszeresen megtartandó jelzőrendszeri értekezeteink, munkaértekezeteink és egyéb feladatok mellett bármikor alkalmas arra, hogy kiajánljuk vagy kiadjuk úgymond rendezvényekre, konferenciákra, megbeszélésekre. Tehát az felső emelet, azt én nagyon is szeretném, hogyha bekerülne úgy a köztudatba, hogy az egy olyan konferencia szintér is lehet, ami egy körülbelül 40 fő befogadásáig minden igényt kielégítő. Ez egy szakmai műhely konferenciára tökéletesen. Én ennél tovább is szeretnék lépni, igen, és már erre most vannak elképzeléseink, hogy regionális konferenciáknak, megyei konferenciáknak, ezen kívül szakmai műhelyeknek, igen, és már most az elmúlt pár hétben, inkább egy-két hónapban, akik úgy fokozatosan jönnek, igen, megnézni, igen, a szakmai kapcsolataimból, igen, és mindenki látja benne a lehetőséget. A földszinti részeken vannak elhelyezve a szakmai egységeink. Igen. Ebből ugye egy blokkot a központ tesz ki, akiknél az iskolai szociális segítők, az esetmenedzserek, a szociális diagnózis készítő dolgozik. Ebben a blokkban vannak a tanácsadószobánk, ahol a pszichológus és a jogászunk dolgozik, a mediátorral és a pénzügyi tanácsadóval. Tehát ez így ezért lefed egy nagy területet. Hogy? Van egy másik blokk, ahol a szolgálatunk dolgozik 6 fővel, Szarvasvárosnak a mindennapi teendőiben, igen, családsegítők, annak az asszisztensük, van egy harmadik nagy része az épületnek, ami a gyerekház. Igen, hát ez is jócskán. Ami egy nagyon, nagyon szintén jövőben mutató prevenciós gyermekvédelmi szintér. Így igaz. És ugye van az intézménynek a központi része, ahol az intézményvezetés és az azt kiszolgáló, meg az egész intézmény működését kiszolgáló, igen, kollégák, igen, dolgoznak. Vannak közmunkásaink, mint többnyire minden önkormányzati intézménynek, és van technikai alkalmazottunk, ami elengedhetetlen a biztonságos működéshez. Tehát ebben a nagy épületben, a mindennapokban 24-en dolgozunk, minden feladatot ellátva, és emellett vannak az ügyfeleink. Most már helyreállunk lassan, és a folyamatos nyitvatartással, a folyamatos kapacitással működünk. Igen. Tehát nincs korlátozása. Nincs. Vannak raktározott raktárrészeink, ugye ahonnan közvetítjük, igen, az élelmiszeradományokat, a naponta kimentett élelmiszer, Tesco élelmiszermentésnek a családjai járnak oda. Ez naponta 10 család csak ez. És ha majd úgy rendesen már beállunk a mindennapokban, akkor nem ritka az a pillanat, azok az órahosszák, inkább így mondom, amikor a kollégákon kívül, ha beleszámítjuk a gyerekházba érkező anyukákat, gyerekeket, ha beleszámítjuk, igen, az adományjövőket, ha beleszámítjuk az ügyes-bajos dolgokat, netán a pszichológusunk is párhuzamosan rendel ezzel, akkor vannak olyan időszakok, amikor egyszerre 50-en is vagyunk bent az épületben. Tehát, hogy meg tudja a szociális és gyermekvédelmi ágazat, sajnos vagy nem sajnos, most ezzel lehetne dilemmázni. Igen, hát ez de ez annál túlmutat azon, mint hogy most ezt kivesézzük. Pontosan, ez egy előre mutat. Pontosan, tehát meg tudja tölteni feladattal és tartalommal ezt az épületet, igen, a gyermekvédelmi és a szociális. És hozzáteszem, amit hangsúlyoztam, hogy a mondandód elején, hogy járási feladatokat igen, láttok igen, el. Tehát, igen, hogyha még hozzáveszünk, hogy nem csak a városban, a járásból is érkeznek, igen, folyamatosan ügyfelek, kollégák, stb. Tehát így már érthető. Na ezért ez óriási foganatja lesz majd annak a nagy képes krónikának, amikor nagyon-nagyon... Ez az egyik oldaladónak, hogy milyen tartalom és milyen létszám is dolgozik az épületben, de
azt is hozzá kell tenni, és nagyon-nagyon szoktam kihangsúlyozni is. És ezt tényleg úgy gondolom, hogy muszáj is, hogy tisztában legyünk vele, ami a mi városunknak, a mi vezetőinknek és a mi testületünknek köszönhető, hogy ilyen család és családsegítés gyermekkülti központtal, szolgálattal és gyerekházzal is, ez a három így együtt, nem sokan rendelkeznek. Hát nem. Tehát a megyében is, ha 9 járást nézzük, vagy az országban a 197 járást is, nem mondom. Persze, hogy mindet ismerem, de nagy részt ismerem az infrastruktúrális lehetőségeiket, az összetételüket, az elhelyezkedésüket, a lehetőségeiket. Hát mi, hát most kimondom már most, hogy az eszembe jutott, hát a felső 10 000-ben vagyunk. Az biztos, a központok ilyen közül. Szinten. Tehát, hogy azért ezt el kell mondani, hogy ez nem egy, a jelenlegi Szarvasi Rádi és Gyermeki Központnak az épülete és infrastruktúrális háttere, az nem a mindennapokhoz tartozó kategória hát egy ilyen intézménynek. Egyáltalán nem. Szándékosan most nem árulom el, hogy hanyadik helyre sorolták Szarvast, mert nem ez a mi teendőnk most. A járási székhelyek meg élhető városok között megjelent egy statisztika. Vannak olyan területek, ahol igen, hogy élen járók, és pontosan ezen legutóbbi hetekben, hónapokban történt befejeződött vagy befejezés alattá álló fejlesztései a városnak jutottak eszembe, hogy hoppá, ha még ezt beleszámolnátok, akkor még előbbre fog a kisvárosunk masírozni, mert én erre, és ez nem az udvariasság mondatja velem, az ilyen egységesen megvalósult családsegítő központra azt szoktam mondani, hogy ezt én más területről csak ahhoz tudom hasonlítani, hogy amikor idejönnek messzebbről, távlabbról, megyéből, megyén kívül, vagy akár a fővárosból szakértő kollégák ide sereglenek a székelybe, és akkor meglátják, hogy milyen körülmények között tanulhatnak a székelyes diákok, a szakközép iskolák és technikumok, és összehasonlítva más képzőhelyekkel, akkor elámulnak. Azon technikai háttér és a tantermek ragyogó tisztasága, az aulák, és ne soroljam tovább. Tehát valóban ez a családsegítő központ, ez ebben a műfajban veri a toplista. Igen, én szoktam mondani, hogy ugye én hiszek a millióterápiában. Ami van is ebben sem. Abszolút. És főleg a szociális ágazatban is. Tehát én hiszek abban, hogy bejön egy ember, ugye a családsegítőt még mindig nem azok szokták fölkeresni, akiknek minden úgy sikerült, ahogy szerették volna, és megosztják velünk az örömeiket. Igen. Legtöbb esetben azért keresnek föl bennünket, mert valami elakadás történt az életvezetésükben, a helyzetükben, az életútjukban, a lakhatási problémájukban, hagyj ne soroljam. Pontosan. Az egyik. A másik pedig az a része, aki nem önként keres föl bennünket, de mégis gyermekvédelem szempontjából velünk kell, hogy kapcsolatba kerüljön. Ez egy másik kör, de én hiszem azt, hogy ugye van egy ilyen mondás, hogy soha nincs még egy lehetőséged arra, hogy elsőre jó benyomást szerezzél. Ez mindenre vonatkozik, és ez vonatkozik egy térre, egy környezetre, egy intézmény arculatára is. Teljesen. És én nagyon hiszek abban, hogy követve a funkcionalitást és a minimál stílust, igen, de mégiscsak igenis hatással vagyunk azban hát is az ügyfeleinkre, a hozzánk jövő emberekre, hogy milyen környezetben és milyen millióban fogadjuk őket. Ez főleg a gyerekháznál nagyon kijön nekem, de a többi ellátási formáknál is. És én megmondom őszintén, hogy én ezt is nagyon fontosnak találom, hogy a millió és a kinézete is egy befogadó, meleg, segítő funkciót sugározzon. És most ezen az úton indultunk el, de azért ennek még szükségeltetik némi idő és némi kevés anyagi háttér is, hogy ezt be tudjuk teljesen fejezni. Ugye még az udvar kialakítása egy következő nagy lépés lesz, meg vannak még apróságok, de én nekem az is az egyik szakmai célom, hogy egy olyan környezeti
hátteret biztosítsunk a munkánkhoz, ami segíti a munka eredményességét. Pontosan. Optimális esetben, most a járványtól eltekintve, mikorra várható az, hogy befejeződnek ezek az utómunkálatok? Én szerintem, mire úgy minden helyre fog állni, és helyre kerül az utolsó függöny is, az utolsó virág is, meg az utolsó bokor is, én azért az őszben reménykedek. Tehát, hogy őszig. Igen. Tehát én már nagyon szeretném, ha elérnénk azt, hogy nyár végéig őszre a parkosításunk is meglegyen, hogy őszre el tudjuk ültetni a bokrokat, fákat, és jövő tavaszra már valóban csak a végleges szépítése és berendezése szépen, maradjon. Külön a mondat elején megemlítetted a virágokat. Hiszik, ha nem, nagyon sok intézménybe belépve, hogyha az oda látogató ügyfél, még ha morcos is, vagy rossz kedvében van, vagy bánata van, de mindjárt egy olyan hangulattal találja magát szemben, legyen annak terasza, belépője, stb. És ahol szépen ápolt kertrészen, hogy virágokkal találkozik, mindjárt jobb kedvre fog derülni. És ez csak egy apróság a sok között. Igen, és ez annyira így van, mert persze az ember, mikor elmegy az ügyeit elintézni különböző helyekre, azzal van elfoglalva igazából, ami miatt ment. Főleg, hogyha esetleg segítő és segítkérő szempontban megy, akkor főleg nem azzal van igazából tudatosan elfoglalva, ami a környezet, de az nem igaz, hogy nincsen hatással is. És tegyük a szívünkre a kezünket. Bemész bármilyen helyre, ahol ügyedet intézed. Bankba, üzletbe, hivatalba, orvosi rendelőbe, bárhová. Igen. Várakozol, szétnézel, és ugye ott van az az első benyomás, amit szoktak mondani. Én például, nekem veszőparipám, hogy most nem is igazán szakma, és tényleg után befejezem, ez már nem a szakma, de hozzátartozik, hogy tehát nem biztos, hogy komolyan tudod azt venni, ahol félig lóg a függöny, ahol meg nem locsolt, kiszáradt cserepes növények vannak, ahol nem is tudod igazából, hogy hova tudsz leülni. Mondjuk nagyon kevés ilyen hely van, főleg ebben a városban szerintem, hogy rendezettség van minden hivatalban. De azért te is tudod, hogy vannak olyan helyek, mikor úgy beérkez, és azt mondod, hogy oké, de azért itt még valami itt azért nem úgy van. És én úgy vagyok vele, hogy nagyon fontos, hogy az első benyomás egy épületről, egy munkahelyről, akár egy irodáról, vagy egy váróhelyről, az olyan legyen, amiben úgy gondolja az adott egyén, hogy igen, itt akkor is leülök, vagy elmondom, vagy hozzáfogok. Igen, igen. Említettük ezzel együtt itt a járvány időszakát, és most egy nagyon-nagyon pozitív visszajelzést szeretnék talán sokadjára is ismételtem megismételni, de nagyon fontos elmondani, mert akikről beszéltél, tehát a családokról, ügyfelekről, akik kapják ezt a napi élelmiszer támogatást, azok közül is, meg azt gondolom, hogy azon idős polgártársaink, akik hetente kapnak tőletek valamilyen szolid kis élelmiszer csomagot, végtelen hálásak. És nagyon-nagyon sokan megállítottak utcán, telefonáltak, hogy nagyon-nagyon szépen köszönik, hogy ezzel is segítettétek az ő életvitelüket. Hát különösen, ugye most neveket nyilván nem említek, azon polgártársunkra vonatkozik, akik betegek és idősek és vagy egyik vagy másik, de és tényleg a szeretteik olyannyira vagy távol élnek, vagy nagyon-nagyon elfoglaltak voltak, és azért az nagyon jól esett, hogy legalább hetente egyszer találkoztak a ti kollégáitokkal. Mi is ugye azokhoz a szociális ellátóintézményekhez tartozunk a városban, akik a egész vírus helyzet alatt, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, tehát az egész 2-3 hónapos átalakított rendszerben is dolgoztak teljes kapacitásra, és nekünk is a feladataink közé tartozott, mint az Ótemplomi Egyháznak, vagy a Körösszögi Kistérség Szociális Intézményének, hogy fokozottan odafigyeljünk azokra, akiket ez a járványhelyzet még jobban érint. Nekünk egyik nagy erősségünk, legnagyobb feladatunk is, mert rengeteg munkát igényel, és nagyon komoly odafigyelést, az élelmiszerbankkal való kapcsolattartásunk. És ebben az időszakban, amikor ez a nehezebb időszak volt, akkor még fokozottabban odafigyeltünk arra, hogy minden lehetőséget, amit csak felajánlottak, megfogtunk, és leszállítottunk a városba.
Ezáltal folyamatosan tudtunk száraz élelmiszert és egyéb élelmiszert biztosítani. Igen. Nem csak azoknak a családoknak, mert most ebben a jelenlegi helyzetben naponta, minden nap egy héten másik 10 család kap egy nagyobb élelmiszercsomagot, ez egy héten 50 család. Igen. Tehát csak igen. ez. Igen. Ezek a csomagok azért 8-10-15 kilósak is szoktak lenni. Igen. És ezentúl pedig most főleg, hogy visszaköltöztünk az épületbe, valamint húsvét és gyereknap környékén, megszólítottuk egy külön egyszeri élelmiszeradományjal azokat a családjainkat, akikkel bármiféle kapcsolatban vagyunk, gyerekház, szolgálat, központ, idősek, gyerekesek, stb. És amiket mostanában az elmúlt egy hónapban csomagoltak a kollégáink élelmiszercsomagokat, azok tényleg olyan mennyiségek és olyan tartalmúak voltak, ami úgy gondolom, hogy nem csak a kimondottan jogosult családoknál, igen. hanem még egy átlag életvitelt vezető családoknál is nagyon nagy segítségek tudtak volna lenni. Biztos, igen. És összességében a havi, a heti 50 családunk mellett most az elmúlt hónapban egy másik, hát most 40-et, előtte pedig, nem is tudom, tehát közel egy másik 100 családot, kisgyerekeset, most meg az egyedülállókat is szólítottunk meg. Igen. Tehát nem csodálom, hogyha eljutott ennek esetleg most a híre hozzánk, mert most tényleg ez egy jól sikerült másfél hónapos történet, nagyon. És szeretnénk is ezt folytatni most még fokozottabban. Az nagyon üdvös lesz. Most, amikor beszélgettünk, ugye ezt már betéve tudják a kedves nézők, ugye, hogy egy nagyon különleges átmeneti helyzetet él még meg az ország, és mondja egész, és a városunk lakossága is. Ugyanakkor a gyerekek, kicsik és nagyobbacskák legnagyobb örömére kezdődik a nyári vakáció. Én azt tudom, hogy az iskolák elsődlegesen ugye gőzerővel, aztán mint a Cervinus Teátrum és más szervezetek gőzerővel találva, vagy dolgoznak a nyári napközis táboraik megvalósításán. A nyári időszak a számotokra ad-e valami különleges feladatot? Mi nem napközis táborokat szervezünk, és nem kimondottan iskolákhoz kötött. A mi feladatunk ebben az évben is, mint minden évben, a nyári gyermekfelügyelet biztosítása városi szinten. Igen. Ami azt jelenti, hogy ugye azoknak a gyermekeknek biztosítunk felügyeletet, akiknek már az iskola nem tud, mert vagy szünet van, vagy bezárt, vagy éppen nincsen aktuális felügyelete, nem tudják megfizetni azokat a táborokat, amiket szervez nagyon sok mindenki a városban, de azért azok zsebbenyúlósak, tehát azoknak a hátterük van, ami teljesen természetes és normális dolog. Mi azokra a gyerekekre biztosítjuk a nyári gyermekfelügyeletet, akiknek a szülei dolgoznak, a helyzetük nem igazán engedi meg, hogy fizetett táborokba és gyermekfelügyeletre vigyék a gyerekeiket, és az iskola pedig már az adott oktatási intézmény nem tudja biztosítani, mert már bezárt, vagy szünete van, vagy igen, nem nyári gyerekfelügyelet. Ez milyen rendszerben működik nálatok nyáron? Ezt igényelni lehet, a nyári gyermekfelügyelet biztosítását, ezt ilyenkor engedélyezzük, és ilyenkor, amikor már látjuk a gyereklétszámot, akkor annak megfelelően biztosítjuk, és itt nagyon besegít ennek a biztosításában az Emberölt Alapítvány által fenntartott tanoda, igen. mert a tanoda berkein belül, és annak segítségével ötvözzük a nyári gyermekfelügyeletet, és így van olyan nap, hogy 15-20 gyermekre is tudunk felügyeletet biztosítani. Ez egy ideális helyszín, egy ilyen létszámhoz. Igen. Mindenképpen. Igen. És akkor ez a vakáció egész évben működik. Egész évben. Tehát mi a nyári gyermekfelügyeletet a tanév végétől a következő tanév kezdetéig vagyunk igen. kötelesek biztosítani. Hát én arra azt mondhatom, hogy ez óriási segítség a persze, szülőknek, akik persze. ugye vagy munkáját igen. változtattak, vagy igen. vagy valahol igen. vidékre mentek el dolgozni közben, hogy más igen. problémájuk akadt igen. a gyerekük programjának összeállításával, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Van-e még valami fontos, aktuális, úgy azon gondolom, kívül, hogy most akkor a simító utómunkálatok zajlanak?
Köszönöm szépen, hogy eljött, és akkor további sok sikert. Én köszönöm a lehetőséget, és én is további sok sikert kívánok. És a nézőket pedig arra biztatom, hogy akkor legyenek türelemmel, és majd megláthatják a további időben, időszakban, hogy tényleg milyen gyönyörűséges körülmények közé került a mi családsegítő központunk, nem csak a szarvasiak, de a járás egészének örömére. Most pedig tartunk egy kis technikai szünetet, utána pedig egy új témával folytatjuk a szóban forgót. Ahogy ígértem volt, kedves nézők, a szünet előtt egy új témával folytatjuk. Visszatérő kedves vendégünk Farkasné Lestjen Eszter, az egészségfejlesztési iroda. Jól mondom most? Igen. Véletlenül, most beletrafáltam. Elsősorban az egészségfejlesztési iroda részéről. Legutóbb is a nagyon-nagyon fontos aktuális szűrésekről beszélgettünk, és minden jel szerint ezt érdemes most megerősíteni a kedves nézőkben. A továbbiakban pedig még akkor szó esett ugye a szakrendelések jelenlegi helyzetéről, állapotáról. Parancsolját is adom a szót, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ismételten itt lehetek, és tájékoztathatom a tévénézőket arról a néhány új dologról, illetve régebbi, de nem elégszer elmondott dologról szeretnék beszélni, tehát a népegészségügyi szűrések elérhetőségéről, jelenlegi állapotáról, és arról, hogy milyen lehetőségei vannak a páciensnek arra, hogy ezeket igénybe vegye akkor, amikor szükségét érzi, vagy szükségét érzi nagy nehezen. Tehát, ahogy az előző megjelenésemkor ígértem, folytatni fogom a szűrések fontosságáról szóló mondandómat, illetve azokat a részletes információkat szeretném megosztani önökkel, amelyek lehetővé teszik, hogy most már bejelentkezzünk ezekre a szűrésekre. Ugye a múlt alkalommal a mammográfiás szűrésről beszéltünk részletesen, és azt mondtam, hogy majd ha további információkat sikerül az EFI-nek, vagy hát az egészségfejlesztési irodának begyűjteni a további szűrésekről, akkor ismételten itt leszek, és lám, itt vagyok. Tehát először a méhnyakrák szűrésről szeretnék beszélni. Hivatalosan ugye Kásler miniszter úr 2 hete közölte azt, hogy megnyílik a lehetőség a népegészségügyi szűrésekre jelentkezésre. Ez a kormányzati álláspont, a megyei gyakorlat az egy picikét késve követi, tehát most ott tartunk, hogy a méhnyakrák szűrésre a beidézéseket még nem kezdték el, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet igénybe venni magát a vizsgálatot. Tudnélik, eddig is lehetett önkéntesen jelentkezni a nőgyógyászatokon, és azt az igényt megfogalmazni, hogy szeretnénk egy ilyen szűrést mi hölgyek. Tehát ez most is működik, a laboratóriumok dolgoznak, tehát ha valaki önként jelentkezik, és leveteti ezt a méhnyakrák kenet mintát, akkor rendes, tehát ugyanúgy, ahogy a Covid járvány előtt hetente jön a mintaszállító autó, elviszi a laboratóriumba a mintákat, és ott megtörténik a vizsgálatuk, és 3-4 hét múlva a beküldő orvoshoz jön vissza a vizsgálati lelet, ott lehet nála érdeklődni, hogy ez mit tartalmaz, van-e valami további teendő az állapotból kifolyólag. Tehát még egyszer azt szeretném mondani, hogy aki eddig is idézés nélkül kérte ezeket a vizsgálatokat a nőgyógyászánál, az most is megteheti, aki pedig várt a 3 évenkénti idézésre, annak még egy icipici türelmet kell gyakorolnia ahhoz, hogy
hogy megkapja az idő, tehát az időszakos behívóját, ha abban az időszakban van, amikor ugye ezt meg kell ismételni. Ennyi most a friss információ, de úgy gondolom, hogy aki most úgy érzi, hogy erre van szüksége, annak van lehetősége hozzájutni ehhez a vizsgálathoz. Igen. Akkor dióhéjban ennyi a szűrések. Még a vastagbél szűrésről is szeretnék. Hát még igen. Tulajdonképpen ott is a megyei helyzet az, hogy a beidézéseket nem kezdték még el újra. Ugye ezt a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya koordinálja, ők küldik ki az idézőket. Viszont úgy tudom, a programban benne levő házi orvosok megkérdezése után, hogy van egy, tehát a lakosságnak egy bizonyos része olyan állapotban érte a járvány és a kijárási korlátozás, hogy a behívó levelek ott vannak náluk, és aki úgy gondolja, hogy most jött el az ideje annak, hogy részt vegyen ezen a szűrésen, akkor jelentkeznie kell a házi orvosánál mintavételi edényért, vagy hát tartályért. Igen. Ezzel van némi probléma, illetve nem is probléma, hanem tényleg az a helyzet, hogy ezek a mintavételi edények, ezek tulajdonképpen baktérium táptalajokat tartalmaznak, és ezek egy idő után, ha nem használják fel őket, elromlanak, lecsökken az aktivitásuk, tehát nem lehet normális vizsgálati eredményt elérni, hogyha nem megfelelő a táptalaj, tehát lejárt a szavatosság idejük. De gondolom, hogy amikor átveszi a szűrésre jelentkező, akkor talál valami útmutatót ehhez, vagy elmondja meg, hogy figyeljen el. Nem, tehát ezeket az edényeket most ellenőrizték a háziorvosok, és amelyik lejárt, azt meg kellett, hogy semmisítsék, tehát nem fog kikerülni a lakossághoz. Értem, tehát már idáig jutott, hogy soknak lejárt a így van, viszont ugye a készleteik ezzel megcsappantak, de új tartályokat még nem kaptak, tehát igen. Annál a házi orvosnál lehet tartályhoz jutni most, akinek van nem lejárt régi igen. tartálya, igen. De a 1-2 hét, és ez is meg fog oldódni, új tartályokat fognak kapni azok a igen, praxisok, igen. akik benne vannak ebben a programban, és utána minden további nélkül lehet náluk jelentkezni. Igen. És úgy, ahogy korábban is volt, a mintavétel otthon történik, tehát maga a páciens végzi, vagy a szűrésre igen, jelentkező, igen. és aztán pedig postai úton a laborba feladja. Igen. A laborok itt is dolgoznak, tehát nem ez az akadály, hanem ezek a logisztikai apróságok hogyne. Egy picikét késleltetik, de nem fog-e abban maradni, mert először úgy volt, hogy 2019. december 31-ig megy ez a program, aztán meghosszabbították még a járványveszély előtt júni 30-ig, igen. tehát most 2020. júni 30-ig, de tovább fog zajlani, mert nyilvánvalóan hát az erőforrások megvannak rá, és akkor nyilván, hogy a lakosságnak pedig elérhetővé fogják tenni ezt igen, a lehetőséget. Igen. Ennyi most a friss információ a szűrésekről. Továbbra is úgy akarom lezárni ezt a blokkot, vagy úgy szeretném lezárni ezt a blokkot, hogy biztatok mindenkit, hogy foglalkozzon a saját egészségével. Tegye meg azokat a lépéseket, amire van mód és lehetőség, és gondolkodjon egészségtudatosan. Az nagyon köszönöm. Jó szempont, igen. És akkor, ahogy ígértük a legelején, folytassuk mindjárt a szakrendelések jelenlegi helyzetével, rendszerével. Minden szakrendelés visszaállt már? Igen, tehát tevőlegesen is visszaállt, igen. de ugye a hivatalos miniszteri levél az pénteken délután lett kiküldve, ami arról szól, hogy felszabadították az egészségügyi igen, ellátást, igen. tehát olyan korlátozások, amik korábban voltak, megszűntek, tehát már nem kell előszűrést végezni a bejáratnál, de azt azért mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy csak panaszmentes beteg jelenjen meg fizikailag. Nyilvános. A rendelőintézetben a
óránként 4 beteg korlátozást szintén feloldották, igen. De azért a védőtávolság, a maszkviselés, tehát azok az óvintézkedések, ahol, amik viszonylag egyszerűen megoldhatók, és mégis komoly védelmet nyújtanak, vagy nyújthatnak, azok nem fognak megszűnni, és szerintem ezt jobb, ha megtanuljuk mindannyian, bizony. Hosszú távra, mert ezek az intézkedések akár az influenza járvány nagyságát, vagy hát súlyosságát is kedvezően tudják befolyásolni, és mindenféle ilyen fertőzős betegségnél. Ugye egy kicsit megtanultuk ezt a távolságtartást, megtanultuk a maszkviselést, annak a higiéniai szabályait, nyilván a fertőtlenítő állomások, helyek, azok kint maradnak továbbra is a rendelőintézetek ajtajánál, ahol most már elmondhatom, hogy sikerült érintés nélküli adagolókat beszerezni. Nagyon nehéz volt, mert mindenki erre utazott, de most már megvannak, tehát a bejáratnál önként mindenki érintésmentesen hozzájuthat egy olyan alkoholos kézfertőtlenítő adaghoz, ami őt is védi, meg a többieket is védi. Pontosan, nagyon fontos. Úgyhogy tényleg a felszabadítás, vagy hát a korlátozások visszavonása az, ami most új dolog. Ehhez kapcsolódik még, hogy szintén feloldották a látogatási tilalmat a fekvőbeteg intézményekben, a szociális intézményekben már korábban, de az sem megy ugyanúgy, ahogy eddig. Minden intézménynek joga van, és szerintem fontos is, hogy a saját lehetőségeit figyelembe véve saját szabályozást alakítson ki. Tehát korlátozva a bentöltött időt, az egy kórterembe beléphető idegeneknek a létszámát, az ágyak számától függően, hogy hány beteg fogadhat egyszerre látogatót, és ezeket nyilvánossá fogjuk tenni mi is a saját honlapunkon, az intézmények bejáratánál, és ezt tényleg mindenkinek a védelmében, de leginkább az ápolt betegek védelmében kérjük mindenkitől betartani. Az ápoló személyzet ezt ellenőrizni fogja, és kérjük az együttműködést annak érdekében, hogy óvjuk egymás, meg magunk egészségét. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen még a korábbi békeidőkben is, ugye ez egy sajnálatos jelenség volt, bocsánat, még akkor is, hogyha adott barátunkat, ismerősünket, rokonunkat nagyon sokan szeretik, tisztelik, de hosszú évek óta azért a kórházak egyikében, másikában megfigyelhető volt, hogy látogatási időben valamelyik beteg ágya mellett valóságos vendégjárás alakult ki szó szerint, tehát ugye kórházban a beteg gyógyulni kerül valamilyen kisebb, vagy nagyobb, vagy súlyosabb betegséggel, tehát szeressük, tiszteljük, és így tovább, de azért a látogatások idején hát minimál létszám, ez most a hatványozottan. És azért nagyon-nagyon megfontolandó tényleg minden kórházi látogatás, mert valóban a betegnek, a gyógyító személyzetnek, orvosoknak, nővéreknek együttes érdeke az, hogy fokozottan, még ebben az átalakuló helyzetben is fokozottan a biztonságra kell ügyelnünk. Pontosan, minden szempontból. Pontosan, tehát igen, ez egy nagyon fontos elvárás, és azt hiszem, hogy régebben is ez lett volna, csak akkor a szokásjog így továbbfutott. Igen, így van. És hát most volt egy tanuló időszak, amikor megtanultunk másfajta magatartásformákat, és ennek azért vannak előnyei is, és ezt jó lenne megtartani. Igen. És egészen más területről a maszkokkal, ugye sokszor beszéltünk az üzletekről. De ne csodálkozzon senki sem a továbbiakban is, hogy a tömegközlekedésben változatlan, ugye kötelező a maszkok viselése. És hogy említetted, hogy amikor majd eljön a úgymond hagyományos őszi-téli megfázásos, köhögéses, influenzás időszak, hát
nyugodtan maradhatna akkor is a kötelező viselése, hiszen nagyon sok honfitársunkat, embertársunkat a fertőződésektől megmentjük ezáltal. Vigyázzunk tényleg egymással. Igen, azt szokták mondani a szakemberek, tehát a járványügyi szakemberek, hogy a maszk elsősorban a köröttünk élőket, vagy a köröttünk mozgókat védi, de nyilván, hogyha ők kisebb számban fertőződnek meg, akkor én magam is kevésbé leszek veszélyes egy másik környezetben, vagy bárhol. Tehát egy csomó ilyen kooperatív dolgot jó lenne tovább menteni erről az időszakról, meg az egymásra figyelésnek a fontosságát. Igen. Van-e még a szakrendelművel kapcsolatban? Hát ezek voltak a legfrissebb információk. Hát reméljük, hogy tényleg nem lesz komoly fellángolás a járványnak. Hát bízunk benne. Se hamarosan, se később, de a kellő óvatosság az mindig nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon. És ezt most így átéltük, szerintem mindenki érzi a bőrén. Szerintem is, igen. Csak ne felejtsük el hosszú távon, ez meg egy másik nagyon fontos alapvetés, hogy ne felejtsük el. Tehát emlékezzünk arra. Igen, minden helyzetben. Hogy tudtunk hatékonyak lenni úgy, hogy betartottuk a szabályokat, és hát nyilván az életünk némileg megváltozott, de szerintem nem is fog visszatérni mondjuk egy fél évvel ezelőtti szokás, rendszer. Igen, igen. De ez korábban is az emberiség történetében mindig így volt, a nagy járványok. Igen, de aztán mindig elfelejtődtek. Igen, sajnos aztán igen elfelejtődött. Na bízunk benne, hogy azért a mostani helyzet itt kis hazánkban országszerte, és itt a közép-kelet-európai térségben főként nagyon-nagyon hatékonynak bizonyul a védekezés és megelőzést illetően, tehát a megelőzés meges legfontosabb. Ha nincs több a szakrendelésekről sem most, akkor köszönöm szépen, hogy eljöttél, és bármikor, ha új fejlemény van, akkor szeretném. Jelentkezni fogok, és köszönöm szépen a lehetőséget. És a kollégáiddal együtt természetesen, hogyha nekik is lehet az adott területről infójuk. Kedves nézők, ezzel együtt megköszönöm már a megtisztelő figyelmüket, további szép esti órákat kívánok Önöknek, majd nyugodalmas jó pihenést, holnap pedig a szokott időben jelentkezünk, minden jót, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra.